A hétfőn reggel érettségizők voltak az elsők, akiknek már újfajta feladatsort kellett megoldaniuk magyarból, ugyanis változott az írásbeli érettségi felépítése. A korábbi években szövegértési feladat volt az első részben, a második részben pedig a szövegalkotás keretében érvelés és műelemzésben két lehetőség közül választhattak, vagy egy novellaelemzés, vagy összehasonlító verselemzésben a diákok. Ebben az évben ez megváltozott. A szövegértési feladathoz kapcsolódott kötelező jelleggel az első feladatlapba mindenki számára az érvelési feladat, és viszonylag rövid idő, én azért úgy látom, hogy ez azért egy kicsit nehéz feladat most 90 perc alatt, másfél óra alatt egy szövegértési feladatot megoldani, és még mellette egy 100-120 szavas érvelést is írni a mindenkinek. A második részben, a szövegalkotási részben pedig most már kimondottan az irodalmi ismeretekre, vagy a magyar irodalomban szerzett ismeretekre van szükség, hiszen itt mindenkinek kell vagy egy összehasonlító verselemzést, vagy egy novellaelemzést írnia. Az intézmény igazgatója hozzátette, az értékelésben is van változás. Korábban a helyesírási hibákért, valamint a rendezetlen íráskép miatt pontlevonások jártak. Most megváltoztatták az alapokat, a nyelvhelyességért, helyesírásért járnak plusz pontok. A Kossuth Lajos gimnáziumban 3 osztály 88 tanulója érettségizik idén. Hétfőn 11 óra körül már több diák végzett a magyar írásbelivel. Ők közösen beszélték át a feladatok az iskola folyosóján. Nehezebbet vártam, ugye mindenki mondta, hogy új típusú érettségik jönnek, másabb feladatok lesznek, de hál' Istennek ezek csak ilyen ijesztéseknek tűnnek így most már utólag. Könnyű volt. A szövegértése Petőfiről szólt. Abban volt egy kis nehézség, de hál' Istennek ott is mindent tudtam. A szövegértés után egy érvelést kellett írni. Én az érvelés ellen voltam, a humorról kellett írni, hogy vitákat oszt meg, stb. A második rész az már egy kicsit húzósabb volt, ott egy novellát elemeztem, Kosztolányi Dezsőtől a Boldogságot. Kicsit nehéz volt, mert nem egészen novella típusú volt, hanem inkább egy elbeszélő költemény, de meg tudtuk oldani, szóval szerintem egészen értékelhető lesz. A mostani érettségiken országosan több mint 108 ezer, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 6760 diák ad számot tudásáról.